Dalos találkozó. 18 dalkör gyűlt össze a Bokekudály Zoltán művelődési házban. Trónos akció. A levegőből szűrték ki a közlekedési szabályszegőket az alai rendőrök. A hold hősei. Kalandregény született a Vöröskereszt történetéről. Jó estét kívánok, Kozma Viktória vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója április 1-én, pénteken. Lássuk a részleteket! Drónokkal szűrték ki a szabálysértőket a forgalomból a Zala megyei rendőrfőkapitányság szakemberei az M7-es autópálya Zala megyei szakaszán március 28-án. Az akció során az egyenruhások 14 fővel szemben intézkedtek, és 350 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. A drónok rendőrségi munkában történő felhasználása hatékonyabb lehetőséget biztosít a szabályszegők kiszűrése érdekében, hiszen biztonságos távolságból és tökéletes rálátással követi a forgalmi helyzeteket, mondta el híradónknak Páltót Evelin megbízott sajtószóvivő. A megyei rendőrség nem először alkalmazta ezt a technikát a közlekedésben résztvevők ellenőrzésére. Az akció célja elsősorban a kiemelt közlekedési szabályszegések visszaszorítása volt a közlekedés biztonság javítása és a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében. A rendőrök többek között kiemelten a követési távolság figyelmen kívülhagyását, valamint a nehéz tehergépkocsikra vonatkozó előzési szabályok betartását ellenőrizték. Az akció során kollégáim 14 fővel szemben intézkedtek, és 350 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy minden esetben tartsák a közlekedési szabályokat. Csütörtökön ismét összeült a Nagykanizsai Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság. A nyílt ülés során a testület két előterjesztéssel kapcsolatban szavazott, amelyek egy megbízási szerződése, illetve a helyi térfigyelőkamerák üzemeltetésére vonatkoztak. Az ülés első napi rendi pontja a Városi Önkormányzat és a Tácsi Event Kft. rendezvényszervező cég szerződésének meghosszabbítására vonatkozott. A február végén lejáró megállapodást augusztus 31 ig meghosszabbították. A kontraktus lényege, hogy a cég egy, a célközönség bevonzására alkalmas rendezvényt szervez a Kanizsa arénába. A második napi rendi pont a nagykanizsai Rendőrkapitányság által üzemeltetett, térfigyelőkamera rendszerről szólt. Ezzel kapcsolatban egy pénzeszköz átadási megállapodást meg. Az Ügyrendi Jogi Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság mindkét napi rendi pontban foglalt előterjesztést elfogadta. Fellebbezést nyújtott be Horváth Jácint, az Egységben Magyarországért Országgyűlési Képviselőjelöltje az Alamegyei Hármas Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának döntése ellen. A testület csütörtökön adott helyt egy kifogásnak, amit Horváth Jácint ellen nyújtottak be. A kifogás szerint Horváth Jácint és a frakció szabálysértést követett el azzal, amit egy nagy kanizsán terjesztett szórólapra írtak. Az állítás úgy szólt, hogy a Fidesz a legutóbbi önkormányzati választások során 15 ezer forinttal fizetett le hajléktalanokat azért, hogy a jelöltjére szavazzanak. A testület a kifogást egy rövid vitát követően elfogadta, mivel az indoklás szerint a szöveg tényállítást tartalmazott, amely szabálysértésnek számít. A bizottság helyt adott a kifogásnak és eltiltotta a jogszabálysértés től a jelölőszervezetet, illetőleg a jelöltet. Álláspontunk szerint ez a tényállítás, a választási eljárási törvény második paragrafus egybekezdés A és E pontját is sérti a jóhiszemű joggyakorlás elvét illetőleg. Horváth Jácint az ügyel kapcsolatban híradónknak elmondta, hogy frakciója igazságtalannak érzi a döntést, és beadták a fellebezésüket a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Ugyanis ők nem tudtak erről a szórólapról, valaki más készítette és terjesztette a nevükben. Szerintünk a helyi választási bizottság téves információk alapján hozott rossz döntést amit meg is tudunk védeni, egy olyan kiadvány alapján, amit nem mi készítettünk, nem is mi terjesztettünk, tehát igazából használják a grafikai elemeinket, de nem a mi kiadványunk. Ezért minket elmarasztalni szerintünk hatalmas tévedés volt a választási bizottság részéről. Az országgyűlési képviselőjelölt abban bízik, hogy a Nemzeti Választási Bizottság megváltoztatja az ítéletet. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Dalos találkozó. 18 dal gyűlt össze a Bokekudály Zoltán művelődési házban. A Hold Hősei. Kalandregény született a Vöröskereszt történetéről. Márciusban múlt 95 éve, hogy átadták a Megyaszai házat. A létesítmény hamar nagy kanizsa ikonikus épületévé vált, majd később éveken keresztül elhagyatottan, kihasználatlanul állt. Az utóbbi másfél évtizedben ismét a városi kulturális élet egyik központja lett. A számos építészeti stílus ötvöző épület a második világháborút megelőző időszaktól kezdve sokáig a vidéki színjátszás központja volt, majd évekig otthont adott a város moziának. Horváth Gábor csak nem egy évtizedig vezette a helyi filmszínházat. Szerinte a kanizsai mozi párját ritkította, és nem akadt olyan ember a környékről, aki nem mozizott volna az intézményben, ahol a korszak legsikeresebb filmjei mellett a magyar alkotások is kiemelt figyelmet kaptak. Mindig, mindig, mindig ö, ö, fontos volt a moziba járás. Több százezer ember volt évente a moziban, 442 helyes volt a nagy terem, 600 férőjes volt a kertmozi, csináltunk egy 80-as stúdiót, a stúdióba bevezettük a délelőtti előadást, volt matinénk, három előadás volt esténként. A mozi bezárását követően az épület évekig nem látta el funkcióját, 2006-ban viszont ismét kinyitott régi fényében tündökölve, elnevezésével építésze előtt tisztelegve. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója úgy véli, hogy az épület minden nagykanizsai kultúrafogyasztó számára különlegesnek számít, és ennek igyekeznek megfelelni a színházi előadásokkal, illetve a további rendezvényekkel. Az intézmény intézményvezető szerint ma már a kanizsaiak többsége meggyasszai házként és nem a régi moziként hivatkozik az épületre. Ma már nem kell odaírni, hogy a régi mozi épülete, mert mindenki tudja, hogy hol helyezkedik el a meggyasszai ház. Ez egy ékszerdoboz itt a város szívében, hiszen egy csodálatos park ö, veszi körül, és ö, az sem mellékes, hogy a, a keleti szárnyban egy jól működő étterem is helyet kapott, és szívesen jönnek az emberek a különböző kamaraszínházi előadásokra, a retró kávéházi estékre. A Megyasszai ház fontos szerepet játszik a jelenlegi zajló tavaszi művészeti fesztiválon, hiszen a szervező koncertekkel és különböző előadásokkal várják az érdeklődőket, kultúrafogyasztókat. A Hold Hősei. A Vöröskereszt rejtélye címmel írt könyvet Dömötör László, a Vöröskes Dala megyei szervezetének szociális és jogi munkatársa. A kalandregény már elérhető, de a hivatalos bemutatója még várat magára. A kötet célja, hogy megismertesse a fiatalokkal, a Vöröskereszt történetét. A Skiffinek is beillő történet 2100-ban játszódik. Főhőse egy 14 éves kamasz, aki barátaival nyári táborozásra utazik a holdra. Ott természetesen számtalan kalandba bonyolódik. A történet viszont nem csak egy kalandot mesél el, a szerzőnek egészen konkrét célja volt az írással. Próbáljuk a Vörös Kereszt üzenetét eljuttatni az emberekhez, és főleg a fiatalokhoz, de a hagyományos módszerekkel ez annyira nem működik. Pedig a Vörös Keresztnek van egy egy csodálatos és megrendítő története, egy olyan sztori, ami akciófilmbe illő, hiszen a Vörös Kereszt az egy háborúból született, a történelem egyik legvéresebb csatájából. És ha ezt így a, a hagyományos módszerekkel elmeséljük, ilyen jóra formájában, akkor az annyira azért nem tapad meg a, a fogyasztónál és ezért szerettem volna egy olyan történetet ö, létrehozni, ami egy szórakoztató kalandregény, egy nyomozós történet formájában. Ezeket a, az ismereteket azért mégiscsak úgy észrevétlenül belopja az olvasónak a, a fejébe. a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének igazgatója is meglepődött, mikor megtudta, kollégája egy kalandregény írásával foglalkozik. Szőlősi Márta hozzátette, Dömötör László íráskészségével mindig is tisztában volt, de nem sejtette, hogy mindez egy könyv formájában is megmutatkozik. A cél nemes, a kötetre az egész megyei szervezet büszke. Ez a szervezet egyébként csak itt Magyarországon is most már több mint 160 éve él és működik. Az meg, az meg mindenféleképpen azt mutatja, hogy létjogosultsága van. Maga a történet pedig, ahogyan a vörös kereszt született, az úgy gondolom, hogy már önmagában is rengeteg pozitív dolgot tud jelezni a mai fiatalok számára az önzetlenségtől, a szeretetig, a szociális érzékenységtől, a segítőkészségig. Egy halom olyan dolgot, ami mellett a mai rohanó világban úgy gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen elsiklunk az eladásokból származó bevétel nem egy profitorientált kiadó vagy a szerző zsebébe vándorol, hanem teljes egészében a szervezet kapja. A kötetnek a közeljövőben hivatalos bemutatója is lesz, az érdeklődők a Vöröskereszt Nagykanizsai és Zalaegerszegi irodájában vásárolhatják meg. 18 kanizsai, illetve kanizsa környéki, valamint távolabbi vidékről érkező talkör találkozott csütörtökön a Vokekodály Zoltán művelődési házban. Az intézményben székelő Mol, Bányásznyugdíjas klub, Nóta kedvelő csapata, a mamik én már 15. alkalommal szervezték meg az összejövetelt. A csapat rendkívül lelkes és aktív nyugdíjas asszonyokból áll már több mint két évtizede. Amellett, hogy a magyar népdalokat népszerűsíték megyeszerte, a művelődési háznak és programjainak tartó pillérjei is. Az asszonyok mindig minden ott, mindenhol ott vannak, ahol segíteni kell. Én azt gondolom, hogy példaértékű az ő közösségi munkájuk. Mindenkinek így kellene hozzáállni a művészeti közösségek munkájához is, és az együtt gondolkodáshoz is. Nagyon-nagyon szeretünk velük együtt dolgozni. Teljesen mindegy, hogy országos farsangi fánkfesztiválról beszélünk, vagy országos vasutasnapról, vagy kiállítás megnyitóról, vagy dalos találkozóról. Ők mindig itt vannak, és mindig támogatnak bennünket. A csütörtöki napon a daloké és a találkozási volt a főszerep. A mamik vezetője azt is elárulta, miért teti a csapatot az éltet bennünket, hát ugye hát hát túl, 80-on innen, mind idősek vagyunk, és nekünk akkora energia az, hogy együtt lehetünk, és nagyon jól érezzük együtt magunkat. Az együttlét öröme pedig a dalos találkozók alkalmával teljesedik ki, hiszen szinte minden dalkör szervez találkozót. A Vokiban tegnap 18 névviseletbe öltözött csapat köszöntötte egymást, a színpadon folyamatosak voltak a fellépések, a jókedvű összejövetel egészen késő estig tartott. Április 1-ét a köznyelv jelenleg a bolondok napjaként tartja számon. Ezen a napon az emberek gyakran megviccelik egymást, illetve különböző csintevéseket eszelnek ki. Magyarországon a 20. században jött divatba, ám igazán komoly hagyománya nincsenek a szokásnak. Az év negyedik hónapjának első napján a humor és a másik megviccelése játszal a főszerepet sokak, főleg a gyerekek életében. Ilyenkor az emberek igyekeznek túljárni a másik eszén és kínos, ám mégis vicces szituációba hozni embertársaikat. Már az április elsőjének kisebb kultusza alakult ki, de az általunk megkérdezett szakértő szerint ez a szokás főként külföldről jött be hazánkba. Gyanó Szilviától megtudtuk, hogy a magyar néphagyományban ugyan vannak különböző példák arra, hogy valakit megvicceltek, de elsősorban fars Környékén, vagy a fonóban munka közben vannak néprajzi feljegyzések, hogy a ilyenkor az emberek szerettek tréfálkozni egy kicsit hogy megtréfálták egymást, becsapták egymást, vagy elküldték egymást olyan lehetetlen dolgokért, amiket lehetetlen beszerezni. Például én is gyűjtöttem ilyet, hogy elküldték violin kulcsére a fiatalembert, ő meg elment a boltba, és hát természetesen jól kinevették. Ilyenkor szokták is mondani azt, akit megtréfálnak, hogy április bolondja, május szamara. Földrajzal és turizmussal kapcsolatos programokat szerveztek ma a diákoknak a Turi György Technikumban. A gyerekek a témában egyebek mellett előadásokat hallhattak, és kincskeresésben is részt vehettek. Ezzel párhuzamosan a Turi György emléknap alkalmából ijászkodás várta a tanulókat. Különböző ásványokról szóló kiállítást tekinthettek meg a gyerekek, és a fontosabb tudnivalókat is elsajátíthatták a kövekkel kapcsolatban egy geográfus és egy kertészmérnök segítségével. A gyerekek körében népszerű, népszerűek az ilyen jellegű egész iskolát megmozgató programok. Természetesen ilyenkor előfordul, hogy ugye tanórákkal ütközik, és akkor nem biztos, hogy ennek minden kollega örül, hogy mondjuk a saját órájáról hiányzik. Éppen a tanuló, de én úgy gondolom, hogy az ilyen programok azért kellenek és szükségesek a tanulóknak. Igazából ezekre fognak majd emlékezni. A 11 B-osztályos tanulók különösen várták a kincskeresést, de az osztálytagjai bemutatóval is készültek erre a napra. Ugyebár ez sötétbe fog játszódni, és különféle csapatok vannak, nagyon sok osztályrész fog ezen venni, és mindenkinek mondta a tanárnő, hogy hozzanak magukkal lámpát is, úgyhogy érdekes lesz. A világörökségekről beszéltünk reggel, 9.45-kor kezdődött a program. Én és az osztálytársaim csináltunk a világörökségekről egy pár bemutatót, mint például Tokajról, és utána pedig következett egy kisik víz, hogy mi hol található, mi a nevezetessége róla. Az ijászaton résztvevők az intézmény tornatermében gyakorolták a célba lövést. 38 gyakorlatból 30 kvalifikálta magát a Tensztár világbajnokságra a Szandia Fitness Sport Club képviseletében. Ahogy arról múlt hétvégén beszámoltunk, az Egyesület a válogatót a Kanizsa Arénában tartotta meg. Az szervezésről és a versenyről, valamint a Kunszen Mártoni kötélőguru olimpiáról Vágó Lászlóné, a Szandia FSC elnöke beszél ma este, Szertár című magazin műsorunkban. Az Egyesület több mint 70 versenyzője adott elő gyakorlatot a megmérettetésen. Vágó Lászlóné elmondta, hogy azoknak, akiknek nem sikerült kvalifikálniuk magukat, még van lehetőségük másik ország versenyén próbálkozni. A sportklub elnöke arról is beszámolt, hogy az eseményt mind anyagilag, mind pedig szervezésben önerőből valósították meg. A teljes beszélgetés megtekinthető Szertár című magazinunkban, valamint YouTube csatornánkon a szövetség nagyon elégedett volt, azt mondta, hogy nagyon szép a csarnok, nagyon elégedettek voltak mindennel, a versenyzők számával is, ahhoz képest, hogy Covid volt, 800 versenyző volt, igaz, hogy abból nem mind magyar volt, mert voltak külföldi versenyzők is, Szlovén Szlovéniából, Ausztriából, Németországból és Horvátországból, rajtunk kívül, tehát örültek volna, mondjuk 800 magyar van, és mellettük még ez a sok külföldi, de hát ez az első év volt a Covid után. Iradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat, egy-egy mondatban. Dalos találkozó. 18 dalkör gyűlt össze a Boke Kudály Zoltán művelődési házban. Trónos akció. A levegőből szűrték ki a közlekedési szabályszögőket az alai rendőrök. A Hold hősei. Kalandregény született a Vöröskereszt történetéről. Ez volt a Kanizsa TV híradója április 1-én, pénteken. Ireinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen a 19 órás hírblok után jön a szertár Mikó Barát Györgyel. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy április 3-án vasárnap a választásról egész nap folyamatosan hírt adunk a kanizsaújság.hu weboldalunkon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!